Livárdi Henriett Kárpáti Gábort kérdezte. Most folyó ásatások az Ágoston téren milyen eredményeket hoztak, és mi várható még, és ez hogy fogja a térnek a rendezését befolyásolni? Az eredmény az, hogy végre megvan az a 13. század végi 14. századi ágostonos rendi kolostor templom, és a maradványokból az tűnik ki, hogy egy hatalmas nagy templomról van szó, amelyik legalább olyan 60-65 méter hosszú volt. Gondoljunk bele, hogy a székesegyház 75 méter hosszú. A meglepetés az volt, hogy az összes baranyai kolostorral ellentétben ennek a kolostor épülete a templomtól nem délre, hanem északra fekszik, tehát az elsősorban az Ágota utca és környékén. Na most, hogy ez mennyire befolyásolja a rendezési terveket, hát pontosan ebből következik, ugye, mert mi azt gondoltuk, hogy hát ha déli oldalon van, és akkor ott a templom alatti szabad téren, hát egy romkert alakult volna ki. Így ez a romkert áttevődik az északi oldalra, és az út burkolatban lesznek jelentve az egykori falaknak a nyomvonalai. Tehát egy olyan dolog lesz, hogy egyszerűen átcsúszik a kolostor épülete a burkolatban. Én azt hiszem, hogy rendkívül méltó dolog lesz Pécshez, tehát egy történelmi városnak a kapuja már megmutatja a várost igazában, hiszen miről szól Pécs? A hagyományokról, a tudásról. Ez a kolostor, ugye egyben rendi főiskola is volt, egy tudós kolostor volt, tehát nem csak a szegényeket ápolta, hanem mindig tanított. Tehát ez a kolostor belépő egyben a történelmi városba. Azt találtak-e valami érdekes tárgyakat? Nagyon keveset találtunk, hiszen ez a kolostor esett legelőször áldozatul a török hódoltságnak. Azt lehet mondani, hogy valószínűleg, hogy a város elfoglalása előtt már romos volt, és utána a törökök is, de a későbbi kor is ezt a kolostort lebontotta, a jó köveket, a mészköveket mészé égette, tehát egyáltalán csoda, hogy felmenő falak vannak, tehát hogy nem csak alapfalak vannak, és hát igazán egy templomban nem nagyon lehet találni semmit, még hát ráadásul a sírok feltárását nem kezdtük meg, ezt a jövő szezonra, tehát a jövő évre tartogatjuk. Az egész befejezése jövő augusztusra van tervezve, és hát remélem, hogy valóban a környéknek is fog tetszeni, mert elég sok bajunk van a környékkel. És ön kitől és mit szeretne kérdezni? Hát én, ez össze is függ egyébként az Ágoston térrel, ugye az Ágoston térnek a tervezője Dévényi Sándor, aki nagyon nagy léptékű építész. Szóval úgy érzem, hogy a város képét jelentősen alakító ember, akinek a munkái közül legfontosabbnak ezt az Ágoston teret és hát a Petrezselyem, illetve az Aradi Vértanúk útját tartom. Az a kérdésem hozzá, hogy hol lesz a legközelebbi ilyen gyújtópontja, ami a város képét ennyire átalakítja, mint az egész északi városfalnak a kiszabadítása, az Ágoston tér átrendezése.